Január 31-én zárult a Tudásfejlesztés és hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen című EFOP projekt szakmai megvalósításának időszaka. A pályázat alapvető célja az egyetemi szintű oktatás fejlesztése és a képzések további bővítése volt, mely során többek között 4 felsőoktatási szakképzés, 22 alapképzési szak, 2 disziplináris és 16 tanári mesterszak esetén új mintatanterv készült el a hozzájuk tartozó tantárgyleírásokkal együtt. Az EFOP-os projektünk 378 millió forint uniós támogatást nyert el, és alapvető célja az oktatási innováció. Ezen belül olyan részcélokat is meg tudtunk valósítani, ami a nemzetközi értesítés, idegen nyelvű kurzusok fejlesztése, az egészségnevelés, illetve a hallgatói lemorzsolódás csökkentése. A projekt során az intézményben 10 darab idegen nyelvű tananyagot fejlesztettek ki, 80 felzárkóztató kurzust tartottak meg, amelyeken több mint 1500 hallgató vett részt. 17 darab 30 órás pedagógus továbbképzési program készült el, melyeket akkreditáltattak is, valamint egy távoktatási központ is létrejött. Van egy MOOC, ez a Massive Open Online kurzusok, amelyek nagyon divatosak Amerikában, hiszen ugye Amerikában nagyon drága a felsőoktatás, és ezt tulajdonképpen a mindenki számára nyitottá teszi a felsőoktatás. És mi szerettünk volna ilyet bevezetni, sikerült is bevezetni itt a Nyíregyházi Egyetemen. Jelenleg 23 kurzus működik benne, ezeket ki kellett próbálni, ki is próbáltuk, tehát ez a pályázatban egy fő indikátora volt, hogy kurzusunkként legalább 50 hallgató vegyen részt ezeken a kurzusokon, és sikeresen tudtuk ezt, tehát szárult le ez a terület, ez a téma. A nemzetközi esítés révén a projekt keretein belül a határon átnyúló kapcsolatokat is erősítette a pályázat, melynek keretében többek között a Beregszászon kihelyezett gazdálkodási és menedzsment szaktagozaton tanulók számára készült 8 magyar nyelvű jegyzet, elméleti és gyakorlati felzárkóztató kurzusok indultak, illetve egy patronálói tanári rendszert is kialakítottak.